Kedves nézőink! 60 város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezésem. Tisztelettel felkérem Horváth Richárd urat, 60 város polgármesterét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt 60-iak! Velünk lélekben is együtt emlékező barátaim. Olyan idők járnak manapság, mikor az ember arra kényszerül, hogy megszokott, addigi kényelmesnek vélt életét, szokásait félretegye, és a saját és környezete egészségének megvédése érdekében alárendelje mindazokat egy még nagyobb közösség, az emberiség érdekének. A koronavírus járvány végig söpört az egész világon, hozzáfogható méretű járvánnyal 100 éve nem találkoztunk. Több, mint 1 millió embert pusztított el eddig a világban, és bár vannak biztató kísérletek, a gyógyító ellenszerét még nem sikerült megtalálni. A járvány nincs tekintettel senkire. Nem válogat faj, nem, bőrszín, ideológiai vagy vallási hovatartozás között. A védekezés sikere most abban rejlik, hogy mennyire vagyunk képesek a járványügyi védekezés szabályait betartani, magunk is félretenni egyéni érdekeinket, és a cél érdekében áldozatot hozni a közösség számára. Ma, amikor Magyarország legszebben fénylő szabadságharcának emlékét idézzük fel, nem veszíthetjük szem elől mi sem ezeket a szabályokat. Sajnos, ezért már nem szokatlan számunkra, hogy nem tudunk együtt, személyesen ünnepelni, de szívünkben és lelkünkben ezen a módon is erősítjük az összetartozás érzését. 1956. október 23-án is ez az érzés, az összetartozás ereje kovácsoltá egyé a szabadságáért utcára vonuló tömeget. Akkor nem egy járvánnyal szemben, hanem egy járványszerűen terjedő és a jelenlegi vírusnál is több halált okozó ideológiai, a kommunizmus eszméje és annak képviselői ellen vonultak utcára az emberek. Ruszkik haza! Hangzott a jelszó, mert az akkori elnyomó hatalom védelmét a Szovjetunió a szövetséges országokban fegyveres elővel védte. Ezt hívták Varsói szerződésnek. Olyan ez például, mintha ma Brüsszel nevezné ki a tagállamok vezetőit, és politikai hatalmukat a NATO segítségével védené meg. És bár vannak olyan szándékok ma is, amelyektől nem áll távol ez a föderalista törekvés és világnézet, az Európai Egyesült Államok létrehozása, 1956 példája előttünk áll, Magyarország sem a múltban, sem a jelenben és a jövőben sem akar egy globalista érdekeket kiszolgáló birodalom játékszere lenni. Ne tévesszem meg ezért senkit sem. Nem azonos a malázadása a múlt szabadságharcával, mert a célok és a szándékok homlok egyenest különböznek egymástól. 1956 nem egy intézményről, hanem a kommunista rendszer ellen szólt. A pesti srácok a birodalmi érdekeket kiszolgáló elnyomó hatalom ellen vonultak utcára. 1956-ban a rendszer elleni tüntetésért halál járt. A megtorlás pedig kegyetlen volt. A forradalmárokra nem Facebook kommandók támadtak, hanem szovjet tankok és katonák. Nem álhíreket tartalmazó posztokkal bombáztak, hanem ágyúval és kalasnyikovval. A pesti srácok forradalmát a baráti szovjet hadsereg segítségével leverték, őket felakasztották, börtönbe csukták, tönkretették. Lelkiismeret furdalás nélkül. A várt segítség elmaradt. Európa hallgatott. Mint oly sokszor már annak előtte. 1956. októberi forradalmának tanulsága, hogy a magyar szabadság nem egy kiváltságos kör privilégiuma,
hanem egy egész nemzeté. A széthúzással nem lehet egy ország szabadságát megteremteni, de még hatalomhoz sem jutni, még ha vannak is a széthúzásnak, az anarchiának támogatói. Az összefogással mindig előrébb juthatunk, messzebb érhetünk, mint a széthúzással. Tisztelt hatvani barátaim! Bár 60-ban is megtapasztalhattuk az elmúlt évek során a széthúzásra törekvés jelét, mégis a 60-iak szándéka az összefogás irányába sokkal erősebb volt ennél. 60 sikeresen állt ellen minden összefogásunk erejét gyengíteni szándékozó törekvésnek, a város fejlődése töretlenül ívelt felfelé. Tagadhatatlan, hogy a járvány bennünket is nehézségek elé állított, de a város és polgárai összefogásából sikerült megőrizni a gazdasági és költségvetési működőképességünket, az elmaradt tervezett bevételeink kiesését kezelni úgy, hogy az adóterhek nem emelkedtek. A járványnak sajnos nincs vége. Továbbiakban is szükségünk lesz a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodásra, az egymásra figyelésre, az összefogásra. Csak így tudjuk átvészelni közösen ezt a nehéz időszakot, és együtt előrébb léphetünk a város fejlődésének eddig megtett útján. Ezen gondolatok jegyében hajtsunk fejet hát 1956 hőseinek emléke előtt, példájuk egyesítsen bennünket a jövőben is az összefogás építő erejében. Legyen így, mert 60 a 60-iaké. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából a 60-i Bajza József Gimnázium ünnepi műsora következik. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most nézd, Uram, nincs nekem lábam. Csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok, s nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. A második világháború után szovjet típusú államrendszer alakult ki. Sztálin elképzeléseit Rákosi Mátyás valósította meg. Az emberi okot semmibe véve zsarnoki rendszer alakult ki. A világháborúban katonai szolgálatot teljesítő embereket, mint a fasiszta hatalmat kiszolgálókat megbüntették. A hadifogságból sokan nem térhettek haza, vagy hazatértük után újabb büntetőszolgálatra vezényelték őket. Dr. Murányi Nándor hazaküldött verse a szovjet hadifogságból 1949-ből. Apám, nyugodj meg, bár múlnak az évek, töretlen és épp bennem a lélek. Talán az arcomon több lett a redő, amit az időnek pókhálója sző. Mint az ősszel nyíló, titkos kékegek, végtelenből sugárzik a szeretet. A nagy messzeségből ködlik felém minden, de rátok fényt árasztott az Isten. Fénylő csillagai sötét éjszakámnak, így látom én mindig apámat, anyámat.
Nagypapám 35 kg volt, mikor hazatért a fogságból, legyengülten, rémes állapotban. Évek kellettek, mire fizikailag képes volt dolgozni. A testi és lelki sebei okozták korai halálát. Az én apám hadifogságba került, majd a rettegett haláltáborba, Mauthausenbe. Amerikaiak szabadították fel a lágert. Amikor bombázták Mauthausent, leesett egy bomba nem messze tőlünk. Olyan látvány volt, hogy a kezek, lábak meg a belek lógtak. A sátrak közepére esett a bomba. Borzalmas látvány volt. Furcsa, hogy ezen a képen valahol ott lehet az apám. A felszabadítás után jöhetett haza, gyalog. 20-an indultak együtt, de csak 2-en értek haza, Magyarországra, 60-ba. ...1945-ben az internálást, mint államigazgatási kényszerintézkedést a rendőrség, majd a politikai rendőrség hatáskörébe utalták. Az internálás azt jelentette, hogy bírói ítélet nélkül egy véghatározat kitöltésével fosztottak meg embereket a szabadságuktól, és táborokba hurcolták őket. A szovjet hadifogságban töltött 6-8 év után, 1950 decemberében hazaindítottak, és becsempésztek bennünket hazánkba. A nyíregyházi sóstón ünnepélyes fogadtatás volt. Azután az ávósok körülfogtak, és Budapestre vittek bennünket. Ott is fogadtatás volt a pályaudvarom. Az ávósok lecsatolták Stomm Marcell altábornagy műlábait, és azzal verték a tehetetlen embert. Két lába adonnál fagyott le. A Rákosi rendszer még nem döntött el, hogyan végezzen velünk. Néhányat kiemeltek, ők legalább bírósági eljárás alá kerültek. Egy csapatot a budafoki borpincékben helyeztek embertelen körülmények közé. Négyszögbe állították őket, és rájuk fogott gépisztolyok mögött kérdezték, elégedettek-e. Sokakat fogházba vittek. Géretz Attila költőt csak azért, mert édesapja katonatiszt volt. Így sokakat kivégeztek, indoklás nélkül. A mocskos padlón fekszem, hátam vetem a falnak. A fájdalmon lehet-e versem hatalmad? Próbálgatom anyám mosolyát, lelkére még dalaim szórnám. Könnyeket, mik már nem fagynak át a formám. Másom sincs, uram. Beértem azzal, hogy arcodat viszem. Csak így bírhattam még el kenyéren és vizem. Végre eldöntötték sorsunkat. Több ezünket Kazincbarcikára vittek. Mi építettük fel a kazincbarcikai vegyi műveket 3 év alatt, megalázó, emberpusztító körülmények között, napi 16 órai munkával. Rendszeresen ávós tisztek csapata jött bennünket kihallgatni. A legvégén már a táborparancsnok szólította fel őket, ne verjenek bennünket annyira, mert nem tud munkára küldeni embereket. Sokan csendesen őrületbe estek. Jöttek a nagyságok a munka ütemét ellenőrizni. Tőlük a foglyokat távol tartották. Tőlünk sokan meghaltak. Náluk nem volt sortűz, 3 év után elbocsátottunk. Dr. Murányi Nándor levele verse édesanyjának 1954. május 18-án. Csak azt tudom újból megismételni, amit az életem legnehezebb napjaiban írtam onnan, messzi távolból. Legalább az utolsó sorai csendüljenek újból föl. Az ifjú korom elvitték az évek. Érettem is indul a hajó. Utolsó kincsem elküldöm néked, ezüst harangként zenére szó. E szó, mely tartotta a lelket bennem sok álmatlan éjszakám. Segített vinni a keresztet, megérted ezt miért írom, anyám.
Ezzel a gondolattal kívánok drága édesanyámnak 66. születésnapja alkalmából még sok, nagyon boldog születésnapokat. Számtalan kézcsókot, csókot küld szerető fia, Nándor. Amikor a TSZ-esítésre sor került, az akkori város vezetése úgy gondolta, hogy számítana nagyapára, mivel jól értett a földhöz, és sokan ismerték, tisztelték. Ki is kérték a véleményét a TSZ-esítésről, és tanulmányútra küldték a Szovjetunióba. Szegény azonban a maga naivitásával valóban azt gondolta, hogy kíváncsiak a véleményére, ezért azt javasolta, hogy ne a szovjet, hanem a dán mintát követve szervezzék meg a közösségi munkavégzést. Hát itt lett vége nagypapa karrierjének. Nézhette utána, hogyan megy el a házuk előtt nap mint nap az általa vásárolt, de közösbe beadott traktorral egy ismerős. És a földek, amelyekből nagymamáik még kigazdálkodtak a három lányuknak három házat, a TSZ tulajdonába kerültek önként adományozva. A maradékból már csak tengődni lehetett. Hagyjuk édes már a tréfát, kapáljuk a cukorrépát. Gyertek, lányok, traktorra! Több a cél, erősebb ország. Az 5 éves tervért, a falu felemelkedéséért, a békéért, első gabonát a hazának. Teljesíts beszolgáltatási kötelezettséged. Elrendelem, hogy söpörjék ki a padlást is. Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a jó útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad, szabadságukért és békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé téve a magyar nevet. Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket, Sztálin útja. Gerő Erni ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján. Levél Rákosi elvtársnak. Tisztelt, szeretett Rákosi elvtárs! Kérem, vizsgálja meg ügyemet! 8-an lakunk egy kisházban a családommal, és szeretnénk, ha a mi házunkba beköltöztetett Balogh család elköltöztetne innen, hisz alig férünk. Na, jöjjön elvtársné, szálljon be a pobredába. Ezzel a vezetéssel került szembe Nagy Imre, aki emberközpontúbb, demokratikusabb társadalmat akart. 1956. október 23-án az Egyetemi Ifjúság békés tüntetés szervezett a lengyel munkások támogatására. Egyszerű emberek, munkások, járókelők csatlakoztak hozzájuk. Az ő szüleik, testvéreik nem tértek haza a háborúból, hadifogságból, szenvedtek internáló táborokban, tűntek el az AVH kezei között. Az ő földjeiket vették el. Az ő házaikban, lakásaikban kellett együtt élniük idegenekkel. Gérec Attila, így bocskorosan. Így bocskorosan, ugye megnevettek, hogy Márvány Törni hegynek indulok. Számon pimasz mosolygása jelszó, füttyöm csibészes. Én is feljutok. Nincs tömött zsákom, s hegymászó botom, segítő kezettán egy társamat. De vihart oldó déli szél kölyök fejemre borzol lágy barackokat. S a fenn a hegytetőn, majd minden meszt lehántva, én is kacagva szélnek öltözök. Karjukra fűznek mind a fénynyalábok, s eltáncolunk a fejetek fölött. Így bocskorosan, ugye megnevettek, hogy Márvány Törni hegynek indulok.
számom pimasz mosolygása jelszó, füttyöm csibészes, én is feljutok. Magyari Lajos, Budapest, 1956. Először csak a lyukas zászlók meneteltek, világba kiáltva fénylő homlok fölött sajgó hiányát a történelemnek. Dacolva keleti széllel úgy lobogtak, ahogyan eretnek mágják föllobognak, ahogyan villámos viharok elerednek. Először csak a lyukas zászlók meneteltek, alattuk egy nemzet vitte sorsát, kitárva mellét a vad sortüzeknek. Akik álmodtak akkor, megálmodták, mit lelkébe rejtett a csöpnyi ország, helyét a megtiport régi címereknek. Este százezres tömeg tüntetett, a rádiónál tűzharcra került sor. Éjjel fegyveres felkelésé szélesedett, a békésnek induló tüntetés. Másnapra kitört a szabadságharc. Szabó László Dezső, október 23. Egy bomba robbant a szívemben. Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk. Forró szívvel és mit sem várva, egy eszme indult el velünk. Az idő ősködéből pattant, és telt vele a csillogó este. Ezrek és ezrek az utcákon, nem lehet ráismerni Pestre. Az égen 100 csillag hunyorgott, lenézett egy-két vörös fényre. Csattant, kiáltott a jelszó. A rabságnak már legyen vége. A szobor előtt a nagy téren régi világuk megtagadták. Kemény csapás volt mindazokra, akik előtt tapsoltak egykor. Áltak és néztek várakozva. Sztálint ledöntjük, dübörögtek. Ömlött a nép, torok kiáltott. A jelszavak meg mennydörögtek. Százfejű szörnyek mesévé váltak. A magasságban zúgni kezdett hegesztőpisztoly kékes lángja, motorok zúgtak, erőlködtek, megingott végre a gyalázat. Ledöntöttük a Sztálin szobrot, verték, döngették a vázat. Kannás Alajos, pesti srácok. Hitetlen korban, hitvarázsban élt a pesti srác. Az égő pesti utcán nem koszorúért ontotta a vért a lánctalpasok szántásába bukván. A vakmerőség hősvarázsa vitte a korvin közben harcolókat is, s a szénatéren sziklaszilárd hitbe kapaszkodtak, s a szó nem volt hamis. Mustármag voltak mind a pesti srácok, az ifjú nemzedék, ki állt ott, hol hörgést körgettek az éjszakák. De hírnökei lévén új időknek diadalmas vereségből törtek szétszúzni a korvörös csillagát. Zelk Zoltán. Feltámadás. Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest kövein a haldoklók, s oly formátlanok, mint magyar ifjak és munkások szétroncsolt holteste. De lehet-e most másként szólnom? Én nem tudok. Én nem tudok mást, csak sikoltani. Felsikoltani az egekre, és leborulni a világ legnagyobb hősei a mai magyar ifjak előtt. Ó, magyar ifjúság! S ti város peremének meggyalázott drága népe, hozzátok könyörgöm. Oldozzatok fel bűneimtől, és fogadjatok magatok közé, és higgyétek el, lelkem már régen a tétek. Isten áldjon benneteket, ti élők, s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből leszen a feltámadás. Október 27-én új kormány alakult Nagy Imre vezetésével, aki tűzszünetet rendelt el. Bejelentette, hogy a szovjet csapatok kivonultak az országból. November 4-én szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, ellenforradalmi jelszóval. Az új kormányt Nagy Kádár János vezette. Kádár János beszéde az MSZNP megalakulásáról. Őszintén beszélünk hozzátok.
A nép felkelése válaszút elé érkezett. Vagy lesz elég ereje a magyar demokratikus pártoknak vívmányaik megszilárdítására, vagy szembe kerülünk a nyílt ellenforradalommal. Nem azért ömlött a magyar ifjak, honvédek, munkások és parasztok vére, hogy a Rákosi féle uralmat az ellenforradalom uralma váltsa fel, és behívta a világ akkori legnagyobb haderejét leverni a forradalmat. A szüleim, amikor 1956-ban bejöttek az oroszok, hallották a dübörgést. Apu kiment megnézni, mi lehet ez. A fő utcán, a Horváth Mihály úton vonultak be vége láthatatlan sorban a tankok, mentek Pestre. Anyu rettenetesen félt. Disszidálni akart, elkezdett csomagolni. Még a falak is remegtek. Ekkor mondta neki apu, hová akarsz te menni két ilyen pici gyerekkel? Itt az otthonunk. Hazajöttem Mauthausenből, a farkasuki bányából is. Én nem megyek sehová. És itthon maradtak. Látták a Pestről ide fénylő égő házak tüzét. A tűzre, dübörgésre, az akkor 4 éves bátyám még ma is emlékszik. Buda Ferenc, Pesten esik a hó. Pesten esik a hó, keringve, kavarogva. A Dunán a habokra, lelkük vesztett romokra. Kivert ablak szemekre, kék szájú emberekre. Cseperre és a gyárra, a moccanatlan várra. Tépet szélű sebeken, tacodó üzemeken. Aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Hordja a szél a földön, viszi a szél az égen. Pesten esik a hó, nyílt sebre friss kötésnek. Pest talpik hófehérben. Az 1956. október 23-ai forradalom Géretz Attillát október 30-án szabadította ki Kozma utcai gyűjtőfogházból. November 4-én csatlakozott az utcai szabadságharcosokhoz, majd a Rókus kórház környékén tett harcképtelenné 2 tankot. Ekkor egy rálebocsájtott gépfegyversorozat kioltotta ifjú életét. Egy volt. Egy volt itten mind a 9 millió magyar, de egy hétig rengett a föld a bejövő tankoktól. Haragszom már, haragszom a világra. Jaj, minek is hallgattunk mi rája? Miért hallgattuk minden este rádión, hogy mit beszél London, Róma, Washington? Hogy törődne, hogy gondolna bárki most mi velünk? Idegenekről nem más, mi csak szánakozást nyerhetünk. 2 kisfiam vajon mire nevelem? Szolgaságban fejezem be életem? Vagy megérem, hogy szabadok lehetünk? S kincseinkből boldogabban élhetünk? Először csak a lyukaszászlók meneteltek, s mi figyeltük, remélve, riadtan, ahogy a szikra ízzik, s lángba pattan. Akkor a mi szívünket is ott taposták, ahol lánctalpak alatt Magyarország mártírrá lett a viadalban. Áldja meg az Isten azt az édes anyát, aki katonának neveli a fiát. 20 évig neveli világ pompájára, 20 éves korában öltözteti gyászba. Urunk, te láttad őket az utcai sortüzek előtt, a tűzzel telt ég alatt. Te ismerted szívüket is, és tudsz és lemérsz mindent. Mindent, ami első eszméléseik óta megtöltötte fiatal szívek poharát. Te láttad lelküknek minden zugolyát, és mindazt, ami kiskorok óta történt velük, azokig a pillanatokig, amikben önként odaadták életüket övéikért és minden magyarért. Kérünk,
Vedd a te örök fényességedbe őket, éppen ezekért a pillanatokért. Azokért, melyekben oly dicső önzetlenséggel meghozták éltük legnagyobb áldozatát. Márai Sándor, menj ből az angyal. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert már végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság? Unokatestvérem Kanadába disszidált, sikeres élete végén hazatért. Megkérdeztem, miért jött haza? Azt felelte, itt itthon vagyok, együtt veletek, a családommal. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, s szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön, örökre. Thank you.
Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a 60-i Bajza József gimnázium tanulóinak a színvonalas műsort, továbbá felkészítőiknek, Kővári Évának és Szabó Gábornak áldozatos munkáját. Kedves nézőink, önök az október 23-i ünnepi műsorunkat láthatták. Műsorunk a koszorúzás képeivel folytatódik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!